A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de a cápák a negyed végén utolérték ellenfelüket, sőt az első szünetre 4 pontos előnnyel vonulhattak le a hazaiak. A második 10 percet 3, a harmadik negyedet pedig 7 ponttal nyerte a Nyíregyháza, és ekkor úgy tűnt, hogy könnyedén hozza a mérkőzést a házigazda. Az utolsó negyedben azonban minden mindegy alapon elkezdett dobálni a körment, és majdnem ledolgozta hátrányát, de 1 pont előny megmaradt a cápáknak, és ez elég volt az első hazai győzelemhez. Szeretném megköszönni a közönségünknek a felgeteges bíztatást, és már nagyon megérdemelték ezt a győzelmet ők is, hiszen mindig mellettünk álltak. A meccsről annyit szeretnénk mondani, hogy támadásban nagyon jól kezdtünk, viszont védekezésben akkor is már voltak figyelmetlenségek, amiket nem szabad megengedni, csak ez a támadás elfedte, és egy kicsikét belenyugodtunk ebbe. Viszont amikor a támadás nem ment, ugyanezek a hibák megvoltak, és akkor már sokkal fájóbb volt, és ezt nem szabad megengedni, hogy ilyen negyedkezdést csináljunk, mint a negyedik negyedben, tehát profi játékosok, meg kell tudni fogni a mérkőzést. Körmend egy nagyon minőségi csapat, tehát múltkor Debrecenben is mínusz 19-ről tudtak fordítani, fel voltunk rá készülve, vagy képesek erre, de ennek ellenére ezt nem szabad megengednünk, de nagyon örülök, hogy megvan zsinóban a második győzelmünk is, és megyünk előre. A vendégek edzője szerint 95 kapott ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. It was only down for us and up from Netherlands. Először is gratulálni szeretnék az ellenfelünknek. Teljesen jogos az eredmény, ha őszinte akarok lenni, márpedig a munkám során én mindig az vagyok. Ha ma valamilyen oknál fogva nyertünk volna, akkor elnézést kellett volna kérnem a kollégámtól, mert a mai napon nem érdemeltük volna meg a győzelmet. Egy ilyen klub, mint a Körmend nem engedheti meg magának, hogy 95 pontot kapjon. Hiába szerzünk 94 pontot, így nem tudunk mérkőzést nyerni. Ez nem az NBA, ahol ennyi pont születik. Gratulálni szeretnék Ákosnak, remekül felkészítette a csapatát, nagyon jól támadtak ma este. A saját játékosaimat is meg szeretném dicsérni, ugyanis nem volt könnyű az utóbbi időszakunk. Rengeteg idegenbeli mérkőzés van mögöttünk. Lényegében csak egy hazai mérkőzésünk volt, az is a Falku ellen. Ez majd ilyen mérkőzés volt, erős bajnokság, ez sok nehéz mérkőzéssel, de a legfontosabb, hogy folytassuk a munkát és keményítsünk a védekezésünkön. Még egyszer gratulálok a Nyíregyházának, remek mérkőzést játszottak. A mezőny legeredményesebb játékosa Nigel Johnson volt, aki 27 ponttal vette ki részét a nyíregyházi győzelemből. Úgy gondolom, jól kezdtük a mérkőzést, a fél időben 7 pontos előnnyel tudtunk fordulni. Voltunk már korábban többször is ilyen szituációban a korábbi mérkőzéseken, úgyhogy tudtuk, hogy a második fél idő elején is meg kell tartanunk a keménységünket. A fél idő után tudtuk fokozni a nyomást és növelni tudtuk az előnyünket. A negyedik negyedben 16 pontos vezetéssel érkeztünk, de a lassú kezdésünket kihasználta a Körmend, és pillanatok alatt szorossá tette a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Szombathely 95-96, Sopron Pécs 70-76, Albafehérvár Szolnok 81-88, Oroszlány Atomerőműese 86-65, Kecskemét Szegede 186 és Kaposvár Debrecen 96-91. A tabella élén a Szombathely áll 8 győzelemmel, a Nyíregyháza 2 győzelemmel és 6 vereséggel a 13. helyen várja a szombati Kaposvár elleni hazai mérkőzését.